játékról szólnak a hírek, android. Nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi. Csak bemutatom azt, hogy hogy kell. Bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy. Na szevasztok, köszöntelek titeket egy újabb Last Day on Earth videóban, és nagyon-nagyon jó hírrel jöttem, srácok, ugyanis a kedvencetek jön, a raidelés. Raidelni fogunk, remélhetőleg nagyon-nagyon fasza cuccokat fogunk szerezni, legalábbis én bízom benne, srácok. Így készültem, ahogy szoktam, átlagosan ugye a C4-et visszük, mert az fontos, illetve előtte zabálni kéne egy picit, mert hát a karakter az megint természetesen akkor éhes, amikor nekem igazából dolgom lenne, de ezt ugye már megszoktuk, hiszen általában ez így szokott lenni, srácok. Vizem az sajnos nincsen, nem tudom, hogy van-e itt elfekvőben nekem, de szerintem sajnos nincsen, úgyhogy ezzel szopóka lesz. Igazából megpróbálunk keresni itt a bázison vizet, kerítünk, hát ha van. A sörrel az a baj, hogy ugyan felviszi a szomjúságot, viszont ugye pisilnie kell rögtön a csajszinak, és akkor az le is viszi, és az úgy nem megoldás igazából, és sajnos, ahogy látom, vizem az nem nagyon lesz, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, srácok, még itt szétnézünk biztonság kedvéért. Szerencsére a bogyóast az felviszi, úgyhogy ezeket így benyomjuk, és aztán indulunk is. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy kapni fogunk jó kis fegyvereket. Igazából azt a gránátvetőt, ugye az MGL-t kapnánk, annak nagyon-nagyon örülnék. És bízom benne tényleg, hogy jó lesz. Na, 86%-on áll a cucmák, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesítsük a raiderek kérését, és aztán induljunk el. Jó, nézzük meg a térképet, természetesen meg is nézzük azonnal, teletankoljuk a cuccot, és aztán indulunk is. Nézzük, hogy milyen lesz a bázis, illetve mi lesz a neve a bázisnak. Remélhetőleg tényleg kapunk fegyvert. Úgy általában én szoktam kapni, aminek nagyon-nagyon örülök igazából. És hát jó, messzire kicsapta most, de szerencsére van annyi energiánk, hogy odafussunk, úgyhogy nem lesz probléma. Hogyha szerencsénk van, akkor még adattörlés sem kell, hogyha kifogjuk a jó cuccokat, de általában ugye meg szoktam csinálni az adattörlést, hogy maximálisan el tudjak hozni minden egyes jó lootot. Úgyhogy bízunk benne, hogy brutális lesz a loot. Én nagyon-nagyon bízom benne, srácok. Elválik. Azt mondom, hogy elválik. Mi újság, srácok? Írjátok le kommentben, hogy vagytok. Na nézzük. Ó. Hú. Nem tetszik ez nekem. Nem tetszik ez nekem. Jaj. C4-es a cucc. C4-es lesz a cucc, srácok. És igazából, hát nem tudom, hogy hol kezdjük el ezt az egész dolgot így szétszedni. Ezt a motort minden esetre megnézzük. Azt hiszem, hogy az nem jár aljjal. Úgyhogy, na nézzük, srácok. Na nézzük, tele van üzemanyaggal, ami jó. Úgyhogy ezt az üzemanyagot, ezt nagyon gyorsan innen beletankoljuk az én kis mocimba. Úgyhogy ennek ugye örülünk. Ráérünk időzni itt igazából, mert ez nem foglal így el itt semmit, úgyhogy ez teljesen jó. Csak hogy hol a motorom? Hol hagytam a motort? Valahol itt hagytam. Azt hiszem, úgyhogy azt megkeressük, mert azért a benzin csak ne adjuk már itt, ugyanis elég kevés van már nekem is. Sajnos. Úgyhogy sajnos csak annyit tudunk egyelőre elvinni. Úgyhogy én körbenézek még itt, és megnézzük, hogy hol lenne a legideálisabb a robbantás. Illetve, hogy mindenhol robbantani kell-e. De én úgy látom, hogy robbantani kell, úgyhogy vágjunk is bele. BUM! Már jönnek is az ozók ezerrel. Jó, kigyűlt a skill pontunk, amit most el is fogunk használni igazából. Na nézzük, hogy mit kapunk, remélem valami nagyon jó. Ó ne! Jézus, és közben üt a zombi. Ez mi? Nem tudom, nem tudtam megnézni. Mert közben rám támadt a zombi igazából, srácok. És itt szét van ütve egy chest. Az hogy van igazából? Az hogy van? Na mindegy, hát... Jó, most már tudjuk, hogy ez a helyszín itt ennyi. De én igazából átvizsgálom a ládákat, ugye, srácok, mert az fontos. Hogy tudjuk majd adattörlésnél, hogy mit kell megnézni, meg mit nem kell ugye kibontani. És szerintem itt igazából ilyen nyersanyagok lesznek. Legalábbis én erre tudok gondolni. Nagy valószínűséggel igazam is lesz. És úgy látom, hogy majd akkor a másik oldalon kell megkezdeni a robbantást. Hát ebbe például semmi nincs. Úgyhogy ezeket itt még megnézzük mindenféleképpen.
Aztán, de már jönnek is a zombik, sajnos. Hát igen, igen. Elég gyorsan jönnek. Amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek. Na nézzük a következő lárát, srácok. És én azt gondolom tényleg, hogy itt már semmi nem lesz, így van, jól is gondoltam igazából. Max ide a palackokért tudunk majd bejönni, hogy benzint vigyünk. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy kezdjük itt meg a robbantást. És hát, ha ott lesz egy komolyabb loot, nem tudom. De már, gyerekek. Hát ez nem lesz valami jó hely. Ez nem lesz valami jó hely, sajnos. Hát... Elfogyott a fegyverem is, srácok, úgyhogy meg fogunk halni szerintem. És akkor itt valószínűleg adattörlés lesz igazából. Gyorsan még ezeket a ládákat itt kinyitogatom, hogy megnézzük, hogy mi van benne. Igazából ebben semmi, úgyhogy ide sem kell jönni. És akkor egy adattörlés után én jövök vissza, maradjatok itt. Nos, kacsok, én itt is lennék igazából, és akkor próbáljunk keríteni egy jobb helyet, de az az érzésem, ugye ezen a bázison nem lesz valami jó a loot, sajnos. Úgyhogy egy picikét szomorú vagyok, de azért még nem 100%-osan biztos ez a dolog. Bízunk benne, én azt mondom. És az a helyzet, hogy ugye itt kezdtük meg valahol a robbantást az előző körben, és aztán haladtunk így befele, tehát ezt a falat robbantottam ki, és akkor itt a másik oldalon fogjuk elkezdeni ezt a dolgot, talán sikerrel is járunk, ha nem, akkor ugye megint törlőjük az adatokat, addig, amíg nem találunk valami értelmes lootot, úgyhogy kezdjünk is bele. Igazából az a baj, hogy a robbantással ugye nagyon sok zombit ide vonzunk, viszont ezt a bázis máshogy nem lehet megoldani sajnos, úgyhogy tényleg csináljuk, és akkor majd lesz valahogy. Hát... Lehet, hogy hülyeség volt ezt a helyet éppen robbantani, mert lehet, hogy ez volt az, de szerintem nem. Hanem, akkor próbáljuk még ezt itt kirobbantani, én azt mondom. Mondjuk a zombiknak már jönnie kellett volna, nem? Na mindegy, ezt robbantjuk ki, és nézzük meg, hogy itt mi a szitu, az a baj, hogy 2 C4-en van. És már jönnek is ezek az állatok. Ugye a fegyverem is kevés volt előzőleg. Hát nézzük, srácok, én már így elkönyveltem, hogy itt nem sok minden lesz. Hát igen, igen. Már jönnek is. Azt nem tudom, miért egy fegyvert hoztam. Igazából. Hát igen, itt a gyógyszerek vannak, meg az ilyen kis apróságok. Van még nálam C4? Hát nincsen nálam már C4, sajnos. Úgyhogy... Srácok, ez a raid most engem nagyon megszopatott, szerintem. Mert hogy itt valószínűleg semmi nem lesz, de... De várjál, mert most meg az a baj, hogy... Basszus. Hogy megöltöm az összes zombit, és igazából meghalni se tudok. De mindegy, ezt itt szétverjük, és akkor talán jönnek még. Erre is oda kell figyelnem majd most, ha törlöm az adatokat. Hát nem tudom, srácok, hogy lesz ez az egész dolog, de... Valahogy megoldjuk, én azt mondom. Gyorsan itt meghalunk, és aztán majd látjuk, hogy mi a helyzet. A másik oldalon kezdjük most a robbantást. És ha nem lesz semmi, akkor az üzemanyagot elviszük, ha bár az nem olyan sok minden, sajnos. Nos, kacok! Ismételten itt vagyunk az adott helyszínen. Ez volt a második adattörlés, azt hiszem. És akkor nézzük meg, hogy mi a situation. Hát... Mérges vagyok egy picit, hogy azt mondjam, mert... Van sok fegyverem, ne értsetek félre, de azért minél több van, ugyannál jobb, nyilvánvalóan. És a kerék az bebaggolt a padlóba. Nagyon zsír. És valahol itt kellene megkezdenünk most a robbantást, úgyhogy én nem húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele, és akkor majd lesz, ami lesz, én azt mondom. BUM!
Ja, hogy a robbanás robbantja szét a ládát. Aha. Most már vágom, leesett. Leesett, srácok. Hát, basszus. Nem tudok mit csinálni a hússal igazából, max a kutyának tudom odaadni. Hát robbantás jön megint, nem tudok mit csinálni. És ez ugyanaz a hely, ugye. Basszus. Basszus, basszus. Hát basszus, nem tudom srácok, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Ezeket kéne szétválni. Hát, esküszöm, hogy rosszul leszek. Veszélyes, veszélyes, nagyon. Most ezekkel mit kezdjek igazából? Itt az a kérdés, hogy ezekkel mit kezdjek, mert semmit nem tudok velük kezdeni sajnos, úgyhogy... Max a kutyáknak jó sokáig lesz hús, ugye, de hát a fegyver az jobban kellett volna nyilván, de azért az üzemanyagot azt még elviszem, srácok, mert azért az valamennyire egy picit kárpótolna, ha nem annyira, de ha már ingyen van, akkor nyilvánvalóan elvisszük, ugyanis az üzemanyag az nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok kell belőle, amiből nekem most jelenleg sajnos kevés van. Úgyhogy ugye ezt mindenféleképpen leszívjuk. És én még itt láttam vasat is, mert hogy itt már több minden úgy se lesz, úgyhogy azt még szeretnék vinni egy keveset, mert akkor nem kell elmennem vasat farmolni, ami ugye egy picit az is kárpótol. Na, ha ki tudjuk szedni, akkor egy picit kárpótol, de nem biztos srácok, hogy így ki tudjuk szedni. Igazából nem is emlékszem, hogy melyikben volt a vas. Mert hogy a fegyverem az nem lesz elég. Viszünk, amit tudunk, srácok, én azt mondom. Á, csomó víz, bazd meg, a csomó víz. És ezekre már nem lesz elég a fegyverem. Ezekre a zombikra. Meg hát minek is pazarolnám el? Semmi értelme elpazarolni, srácok, ezekre a fegyvereket. Max, annyiból jártunk jól, hogy a kutyáknak rengeteg lett a hús. Ami nem egy rossz dolog, de azért, ha lett volna egy-két fegyver, sokkal-sokkal jobban örültem volna. Még egy... Igazából még egy-két Glocknak is örültem volna, mert hogy abból is jó, ha van, ugye. Na mindegy, hát ezt tudtuk összeszedni, srácok, úgyhogy szerintem ez nem rossz, szerintem nem olyan rossz, ha bár lehetett volna jobb is. Úgyhogy srácok, ez a raid videó ennyi lett volna, én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni. Ha pedig segíteni akartok egy picikét is, akkor osszátok meg a videót ismerőseitekkel, barátaitokkal. Hogyha még nem vagytok feliratkozva, mindenféleképpen iratkozzatok fel, ha pedig szeretnétek értesítést is kapni a tartalmakról, akkor ne felejtsétek el bekapcsolni a kis csengőt. Ricsi voltam, köszönöm a figyelmet, szevasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett, nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, Ricsi Dark voltam a házban.